Engedélyt kaptak otthonaik felkeresésére azok a New Yorkiak, akik a Sandy ciklon által legsúlyosabban érintett területeken élnek. A hatóságok az ingatlanokat kategóriákba osztották. Az ATV-s tábja hazakísérte a New Yorkhoz tartozó Staten Islandre egy magyar családot, akiknek az otthona a lakhatatlan minősítést kapta. Barta Eliza a férjével most ér vissza először a házhoz, ahol 6 éve él, és ahol másfél éves kislányukat eddig nevelte. Stenka. Iszonyatos büdös van. Ez a kisebb rak, amely ez ott volt, ahol most állsz mögötted az ablaknál. Ez az étkező asztalunk. A hűtőszekrényünk. Gyakorlatilag ott volt a sarokba felállítva, mint egy normális hűtőszekrény. Kellett valamilyen örvény mozgásnak lenni, mert úgy néz ki, hogy minden így megfordult. Amit érzek most, az az, hogy mindig, amikor történik valami katasztrófa, akkor ülsz a nagyszobádba, a rökamélyodon, a chipses zacskóban, meg a sörös üveggel a kezedbe, nézed a tévében az embereknek a nyomorát, a katasztrófáját, dolgok történnek, és valahogy nem biztos, hogy az az első gondolatod, hogy úristen, ez velem is megtörténhet. Mindenkivel megtörténhet. Illetve azt mondom, nem mindenkivel, bárkivel megtörténhet. És hogyha az időjárás jelentésben bemondják, hogy veszély van és menjél, mert nem tudjuk, hogy mi lesz, illetve tudjuk, hogy nagyon veszélyes lesz, akkor menni kell, egyszerűen hallgatni kell a szakemberekre. Úgy néz ki, hogy tudják, hogy mit csinálnak. A házak, amelyek rendbehozhatóak, sárga jelzést kaptak. Elizájék otthona pirosat. Nem biztonságos belépni, illetve visszaköltözni, visszafoglalni ezt a helyet nem szabad gyakorlatilag. Ez a ház nem volt mögöttünk, ez egy üres telek mögöttünk. Ez a ház, ezt tudom is, hogy kinek a háza, ez a ház körülbelül egy 4-5 házzal lejjebb a mögöttünk lévő utcában volt eredetileg. Eliza és családja időben elment, amikor erre New York polgármestere az itt lakókat felszólította. Azóta ismerősöknél laknak, a jövőt pedig még nem tudják. Föl kell, hogy álljunk, bármennyire is lent vagyunk, föl fogunk állni. Dán Károly főkonzul elmondta, kevés megkeresés érkezett magyaroktól, a legsúlyosabb ismert eset Eliza családjáé. Sérültekről vagy súlyos károkról más magyarokkal kapcsolatban nem kaptak értesítést. Az összes többi megkeresés, amit kaptunk, az sokkal inkább a tanácsunkat kérte abban a tekintetben, hogy mikor tudnak repülőgépet foglalni, vagy hogyan tudnak elmenni New Yorkból, a szállodai foglalásokkal mi lesz, tehát tipikusan nem segélytelefonokat kaptunk. Barta Eliza és a főkonzul is hangsúlyozta, hogy a magyarok között mindenki számíthat most a másikra, idegenekre is. Teljes az összefogás, ugyanúgy, mint az amerikaiak között vészhelyzetekben.